Jó napot kívánok, Balázs István vagyok, és az AutoCAD Civil 3D-ről egy magyar nyelvű kis rövid ismertetőt szeretnék tartani. Nem lesz részletes tematikus oktatás, én magam egyébként sem vagyok oktató, csak egy gyakorló mérnök, viszont be tudok mutatni talán pár olyan gyakorlatot, ami mások számára is hasznos lehet. Amit itt most látunk, az egy megnyitott geodéziai felmérés állománya. Ezt közvetlenül DVG-ben képesek ma már generálni a modern felmérő eszközök, illetve adatgyűjtők. És egy útszakasznak a csapadékvízelvezetését szeretnénk megvalósítani. Az első dolog, ami fontos, hogy amikor kimásolunk egy EUV-helyes állományból valamit, akkor törekedjünk rá, hogy ezt a továbbiakban EUV helyesen is az eredeti koordinátákra illesszük be. Ez megkönnyíti más mérnökcsapatokkal a közös munkavégzést, továbbá amikor az e-közmű rendszerbe szeretnénk valamit feltölteni, egyébként is alapkövetelmény, hogy EUV helyesek legyenek a rajzaink. Amit az AutoCAD Civil 3D-nél első újdonságként meg lehet említeni, az az, hogy a legtöbb rajzi objektumunkat stílusvezérelten tudjuk megjeleníteni. Mit is jelent ez? Amikor kiválasztok egy 3D-s vonalláncot, ennek a színen kívül azt, hogy milyen vonalstílussal jelenjen meg, milyen legyen a vastagsága, ezt még talán lehet szabályozni, ugye? De egész pontos megjelenítését, illetve hogy milyen fólián van, ezen igazából nincsen olyan óriási kontrollunk. És az AutoCAD ezért kitalálta, hogyha mi 3D-s felületeket szeretnénk modellezni, például a terepet, akkor ezeknek az objektumoknak nem csak a felülnézetben kell valamilyen módon megjelenniük majd, hanem metszetekben, hosszelvényekben, keresztelvényekben, illetve logikailag el kell tudni őket egymástól különíteni, hiszen ha van egy csőátereszem például, tételezzük fel, hogy innentől idáig halad, akkor el szeretném azt kerülni, hogy ez a csőáteresznek ez a folyásfenék vonala a terep felszínen a járdaszegély vonalával bármiféle interakcióba kerüljön. És ezért az AutoCAD, amit kitalált, hogy úgynevezett helyszíneket tudjunk létrehozni, rögtön el is nevezünk egyet. Ezáltal, amikor mi kiválasztunk sok hasonló 3D-s vonalláncot, és azt mondjuk, hogy hozzunk létre belőle vezérelő vonalakat, akkor itt a stílus által tudom én majd szabályozni, hogy voltak éppen, hogy is jelenjenek meg ezek. Amint látjuk, itt egyelőre csak ilyen előre gyártott stílusok vannak, nyilván ezt későbbiekben saját szánk ízére fogjuk megváltoztatni. Azt mondjuk, hogy legyen valami alapértelmezett stílusa, és amit látunk, ez az alapstílus, ez ilyen kék színűvé változtatta. Ami érdekes, hogy annak ellenére, hogy itt a 92-es, ami egy zöld szín van megadva, mégis a stílusban definiált kék színt látjuk. Hasonló módon, hogyha most létrehozás szerkesztés parancsal megnézzük, hogy hogy is néz ki egy ilyen vezérlővonal stílus, akkor látjuk, hogy nem csak magát a színét változtatta meg, hanem azt is, hogy melyik fólián található.
Ezért is érdemes elkerülni az előre gyártott stílusok használatát, hiszen a jóisten tudhatója annak, hogy éppen melyik fóliára fog kerülni az általunk kiválasztott vezérlő vonal, illetve 3D vonallánc. Ha mi most létrehozunk egy új stílust, akkor rögtön láthatjuk, hogy mi például ezeket a útszéli stílust, és itt most az útnak a szegélyére gondolok, mondjuk az útszél fóliára szeretném tenni. Ó, már van egy útszél fóliánk. Ebben az esetben csak válasszuk ki, ott is van. És azt mondjuk, hogy amint látjuk, már itt a stílusban kiválaszthatjuk azt is, hogy helyszínrajzi, ez a felülnézeti nézet, hogy nézzen ki a vonalunk, a modelltérbeli nézet. Modelltérbeli nézet alatt itt arra kell gondolni, hogyha mi ezt egy objektum megjelenőben valamilyen perspektívikus, tehát nem felülnézetből, hanem mondjuk észak-keleti irányból néznénk és forgatnánk a térben, akkor hogy jelenjen meg? Hosszelvényben. Hát, hogyha egy hossz szelvény rajzot generálunk, amit automatán tudja a civil 3D, és ebbe én belevetítek egy ilyet, hát könnyen elképzelhető, hogy mondjuk egy csapadékvízelvezetés hossz szelvény rajzába belevetítve szeretném látni az útnak a szélét, ott hogy nézzen ki, szintén itt akár a vonaltípust is megadhatjuk. Láthatjuk mondjuk ez vonal, ez ilyen sűrűn szaggatottan nézzen ki a hossz szelvényben majd. És a kereszt szelvényben hogy nézzen ki? A kereszt szelvénybeli pontos megjelenítést egy másik fülön lehet állítani. Itt lehetőségünk van arra, hogy az út szélét, például Edge of Travel Way, ez az angol megfelelője, de nyilván van ennek magyar megfelelője is, milyen jelölője legyen. Itt a legegyszerűbb, hogyha egy egyéni jelölőt definiálunk, ami lehet akár egy blokk is. Ennek most egy kör a jelölője, most négyszögre állítjuk át. Mérete rajzlépték alapján legyen meghatározva, egy 2 mm-es jelölőt szeretnék mindig látni a keresztszelvényeimben. És ez lesz az út széle. Beleírjuk, hogy és azt mondjuk, hogy alkalmaz. És szeretném megkülönböztetni, hogy ez a jobb széle, akkor következő trükkel is élhetünk. Mondjuk a vonal típus parancsa. Betölthetünk a saját vonal típus fájlunkból a vonalakat. Mint lehet látni a mi tervezésünknél, már elég sok egyéni vonaltípust definiáltam, ezeket most mind betöltjük. És visszatérve ehhez a vezérlővonalhoz és a stílusát szerkesztve, létrehozás szerkesztés. Immáron akár a hossz szelvényben nézetben átállíthatom a szaggatottat,
mondjuk a jobb szél vonaltípusára. Beállítunk neki egy vonaltípus léptéket, 1-250-ben ennek ez a vonaltípus szokott jól kinézni, ezt már tapasztalatból tudom. Helyszínrajzon pedig ugyanígy változatlanul hagyjuk. És azt mondjuk, hogy oké. Sikerült egy számunkra megfelelő vezérlővonal stílust kitalálni, akkor nyilvánvaló módon a tulajdonságok másolásával ezt tudjuk alkalmazni a többi általunk létrehozott hasonló vonaltípusra is. Íme. Tulajdonságok másolása. És ezt most alkalmaztuk a járda szélekre is. Minden másra válogatás nélkül gyakorlatilag. Íme. Hasonló módon kiválaszthatunk további vonalláncokat, ezekből újfent vezérlő vonalakat készítünk. Mondjuk ez lesz az árok stílusa, szintén megjelenítésében a fóliát. Azt mondjuk. Rizsű fóliára tegye, színe. Az lehet vala. Ez a zöld szín, ez megfelel számomra. Vonaltípusát. Szaggatottnak választjuk. És a zárkokat végig az út mentén ennek a stílusnak megfelelően alakítjuk ki. Nos, hasonlóképpen kijelölök tengelyvonalakat is, ezek az utcáknak a tengelyvonalai, illetve a kialakult nyomvájuknak a beméréséből származó vonalak. Itt szintén ezúttal azt mondom, hogy helyezzük át őket egy másik fóliára, méghozzá. Úttengely fóliára. A stílusuk pedig mint a leírás is mutatja, szürke szaggatott 0,15 mm vastag nyomvonal legyen. Ehhez csak szürkére állítom a színét, vonaltípusát.
szaggatottra választom. És azt mondom, hogy a hosszervényben szintén szürke színnel, és szintén szaggatottan, és szintén a kívánt vonal vastagsággal jelenjen meg. Nos, amit látjuk, most már van egy tetemes mennyiségű vonalláncú, amiből vezérlő vonal lett. Talán még a kerítésvonalat érdemes saját ízlésünkre alakítani. Itt azt mondjuk, hogy kerítés stílust létrehozzuk. Most ezt a négyszögletes kerítés jelölő vonalat választjuk, picit sűrítünk a sormintáján, és a vonal vastagságát is szerényebb vastagságra választjuk. A hossz szelvényben szintén azt szeretném, hogy jól elkülönüljön a többi vonaltól, hiszen a kerítés vonalában fölmért terep általában a kapubehajtók szintjét jelöli, ez vízelvezetési szempontból nekem fontos. Ezért gyakran vetítem hosszelvénybe a kerítésnek a vonalát is. Amint látjuk, most már általam kért módon jelennek meg ezek a vonalak. Ezek után létre lehet hozni a terepmodellt. A terepmodell azért érdekes számunkra, hiszen egy nagy terhet vesz le a vállunkról. Az AutoCAD úgynevezett háromszögeléses módszerrel összeköti az egyes vonalakat, a vonalszakaszoknak a felezőpontjait, és ezáltal egy háromdimenziós felületként kezeli az így létrehozott terepet. Amit ezek után húzunk, nyomvonalat, tengelyvonalat, bármit, ezeknek lekérdezhetjük a hosszelvényét, ami automatikusan legenerálódik. Csináljuk is meg. Kiválasztom a vezérlővonalaimat. És azt mondom, hogy adjuk hozzá egy felülethez törésvonalként. Felületeit is stíluson keresztül vezéreljük, hogy milyen módon jelenjen meg. A mi kedvünkért most legelőször háromszögeket, azt szeretném, hogy ezt a háromszögeléses módot jelenítse meg. Megjelenítés részén bekapcsoljuk a pontokat, háromszögeket és a keretet. Az esztétikusabb vizuális megjelenés érdekében ezeknek a szintjét, a színét és tulajdonságait szintén beállítom. Amint látjuk, itt is modellnézetben is külön lehet állítani, hogy jelenjen meg. És hogy keresztszelvényben is, amikor elmetszük a felületet, akkor egy
sűrű szaggatott szürke vonal tökéletesen jól jellemzi a telefonalát. És az OK gombra kattintva létre is hozza a felületemet. Ezek a pontok, amik most hirtelen megjelentek, ezek a felületnek a magassági töréspontjai. Ha ezeket zavarónak találjuk, a következő parancsal, ez PD móddal egyszerűen és a PD size parancsal ki tudjuk kapcsolni. Avagy nem. Tadá. Az objektum megjelenítőt használva ellenőrizhetjük, hogy a felületünkben találhatóak-e hibák. Nyilván ez egy kevésbé látványos megjelenítése, hiszen egy síkvidéki helyen vagyunk. Itt bizony nem túl látványos egy felületmodell. Ha valamit kifelejtettünk a felületünkből, elfelejtettük hozzáadni, akkor nincs semmi probléma. Utólagosan is kijelölhetjük a többi vezérlővonalat. És hozzáadhatjuk újfent a felülethez. Itt figyelmeztet, hogyha már volt kijelölve korábban, ugyanaz a vezérlővonal is már szerepel a felületben. Ezzel nem kell így foglalkoznunk. Amint látjuk, egész jól megjelenik a rézsi, itt egy vasúti töltés található, és maga az út is többé-kevésbé jó jellemzésre kerül. Az egyes árkok egy picit összevisszaságban szerepelnek, az ilyen jellegű ponthibákat, ezeket utólagosan javítani lehet a felületnél. Már önmagában a felülettel nagyon sok mindent lehet tenni, különböző elemzéseket lehet vele végrehajtani. Megjelenítési stílusában vízgyűjtőket lehet lehatárolni, lefolyási útvonalakat meghatározni, szintvonalakat létrehozni. Tehát egy rendkívül erőteljes eszköz mérnök kezében. Pontosítsuk a terepmodellünket, én hozzáadom az egyileg bemért tereppontjaimat is. Ehhez nem csináltam mást, mint kijelöltem az összes pontot, három is pontot, és csoportot hoztam belőlük létre, és az eszköztáramban, a felületdefinícióban hozzáadom ezen pontokat. Íme. Kicsit javult a részletessége a terepmodellünknek. Néhány hibás pont jól láthatóan szerepel benne. Itt láthatjuk, itt egy jelentős kiugrás van.
szintén. Illetve erre szintén, ez egy kiugró tereppont. Ha zavarónak találjuk a felületünk megjelenítését, akkor azt a megjelenítési stílust bármikor kikapcsolhatjuk. Mivel itt találtam egy hibás tereppontot, ezért utólagosan nyilván van lehetőségem a korrekcióra. Ehhez nem kell más tennem, mint valamilyen úton módon felfedeznem, hogy melyik nyavajás pont az, amik ezt a problémát okozza. Sajnos a termelékenységnek igen jelentős hányada az ilyen adathibák levadászására, korrekciójára irányul. Mi célunk az lenne, hogy ezen Bezerédi utca mentén csapadékvíz elvezetést tervezzünk. Ezt a civil 3D-ben praktikusan nyomvonallal és csapadékvíz hálózat tervező eszközökkel lehet megvalósítani. Sajnos a civil 3D alkatrész alapú módon kezeli a csőhálózatokat, így nem lehet egymáshoz kapcsolni ténylegesen egy nyomvonalat és hosszelvényt, illetve a benne található csőalkatrészeket. Ezért a tervezés egy kissé iteratív módon elkülönülve először a hosszelvény megtervezését jelenti, és utána ettől függetlenül a csőalkatrészeknek a elhelyezését, megtervezését jelenti. Amit most csinálok, hogy a tervezett csapadék nyomvonal mentén végig kattintgatok egy nyomvonalat. Így egy egész hosszú vonalláncot kaptam. Abból, hogy ezt nyomvonallá változtassam, a nyomvonal létrehozása objektumokból parancsot használom. Ilyenkor egy kis nyilat helyez rá, ami a szelvényezés irányát lenne hivatott meghatározni. Ezt 10-ből 9-szer egyáltalán nem lehet megtalálni a képernyőn, úgyhogy elhisszük, hogy jó irányba szelvényeztünk, hiszen utólag bármikor megfordíthatjuk a szelvényezés irányát, így ennek túlzott jelentősége nincs. Amint látjuk, a nyomvonal stílusát is saját magunknak hasonlóan kell beállítani, hogy a saját ízlésünknek megfelelő legyen. Amint látjuk, ebben a stílusban, amit most választottam,
nagy szögletes jelölőket helyez el az egyes töréspontokon. Ez megkönnyíti a kezdeti fázisban nyilván a töréspontoknak a helyszínrajzi beazonosíthatóságát, azonban ha zavarónak találjuk, akkor értelemszerűen kikapcsolhatjuk. Híme. Ha van egy nyomvonalunk, akkor egyetlen egy parancssal létre is hozhatjuk a hosszelvényt. A hosszelvényünknek is a stílusa nyilván meghatározó, és az egyszerűség kedvéért valamilyen gyári beállítást választottam. Természetesen ez semmiféle ágazati szabványnak nem felel meg, ez a hosszelvény nézet. Azonban arra jó, hogy gyorsan ábrázoljunk valamit. Különböző stílusok közt változtatva, könnyen találhatunk olyat, amelyik saját ízlésünknek megfelel. És utána ezt saját ízlésünknek megfelelően megváltoztathatjuk. Amint látjuk, beállíthatunk magassági torzítást is a hosszelvény nézetnek. Ez ennél a stílusnál, amit most választottam, éppen 10-szeres. Hogyha én nem 1:1000-es léptékben kívánom majd ezt megjeleníteni, hanem mondjuk 1:250-esben, akkor a modelltéren belül átméretezi oly módon a betűket, hogy az hűen tükrözze a nyomtatásbeli elrendezést. És most újból megnézem a magasság és torzítást. Láthatjuk, hogy ő ezt az értéket tartja fixen, és a léptéket azt kiszámolja hozzá. Itt jól látható, hogy árkok, kapubehajtók váltogatják egymást, és valamiféle minimális esése van a terepnek. Hogyha kíváncsi vagyunk, melyik a nullás szelvény, és ezt szeretnénk a helyszínrajzon is megjeleníteni, akkor a nyomvonal feliratok szerkesztése parancssal választhatunk egy olyan stílust, ami megjeleníti a magyar metrikus stílust választva az alapértelmezett stílusaink között számos olyat fogunk találni, ami már a itthon elterjedt szabványoknak, jelölési stílusoknak megfelelő. És szándékosan ezeket a legegyszerűbb alapbeállításokat választottam, hiszen illusztrációs célra ezek is megfelelnek. Ha hosszelvényt szeretnénk tervezni, hosszelvény létrehozása eszközzel könnyen megtehetjük. Itt is a különböző
stílusokból állíthatjuk, hogy az a vonal, amit ami a hosszervényből behúzunk, az hogy nézzen ki. Tervezés során érintőket húzunk, jellemzően balról jobb, illetve jobbról bal irányba tudjuk mi ezt megtenni a Civil 3D 2018 esetében. 2016-os programverzió az még csak a balról jobbra irányuló rajzolást támogatta. Amint látjuk, behúzott két vonalat, és ami az igazán klassz dolog, hogy egy csomópontra rákattintva követő esés értékét digitálisan is számmal is megadhatjuk, és automatikusan egy mi esetünkben 3000-elék esésű vonalat húztunk be. Jól látható, hogy sajnos, hogyha 3000-elékkel indulnánk a jelenlegi befogadói szintről, akkor a felszínre érkeznénk meg. Ami azt a problémát veti föl, hogy nem tudnának csatlakozni az itt található épületeknek a vízelvezetői. Ilyenkor többféle mód is rendelkezésünkre áll a hosszervény magasságának a változtatására. A legegyszerűbb, ha egy fogóra kattintunk, és egyszerűen süllyesztéshez átírjuk a magasságát. Ha a középpontnál tettük mindezt, akkor az kiinduló és végpont egyaránt lejjebb került. Íme. Természetesen lehetőség van csőhálózat rajzolására is. A csőhálózat rajzolása szintén egy adott munkamenethez illesztetten érdemes elvégezni. Ennek oka az, hogy a rendelkezésünkre álló csőelemkészlet külön adatbázisokban tárolva található, így hogyha ne adj Isten olyan csőtípust választunk, ami ebben az adatbázisban éppen nincs benne, akkor nem az általunk kívánt fog hálózatot rajzoljuk. Amint láthatjuk, itt mi esetünkben egy nagyon szűk elemkészletű adatbázis áll rendelkezésre, ami sajnos számomra nem megfelelő. Ilyenkor sem kell elkeseredni. Beállítások fülön belül létre lehet hozni saját elemkészletünket. Ezt az egyszerűség kedvéért egy későbbi leckében szeretném elvégezni. De lényegében